Na, tehát ugye az időt némileg elhúztam a házi feladattal, ugye ez volt valahogy így kiírva, hogy az első 10-15 percben ezzel foglalkozunk, ez bejött végül is az első 60 plusz 10-15 percben, ezzel foglalkoztunk, és akkor ugorjunk neki magának a mai anyagnak az elejének. Ugye itt látható módon kicsit már azért erősen közelítünk tényleg az adminisztrációs részhez. Egy adminisztrátornak azért eléggé sűrű jön szembe az a triviális probléma. És akkor most kihalt egy hardware, veszünk egy új hardware-t, kicserélünk egy jól működő, ám de az új az még jobban működő. Tehát az, hogy hogyan is kezeli Linuxos világgal a hardvereket, és neked ezzel kapcsolatban ilyen milyen többé-kevésbé triviális feladataid vannak, azért eléggé egyértelmű adminisztratív műveletek. És adminisztrátori tudás. No szóval, ha nem csalódom, valamikor nagyon az elején volt arról szó, hogy a Unix és az ezen elleket átvevő Linuxos rendszerekben mindent fájlként próbálunk megkezelni. Mondtam is, hogy az az elv. Minden erőforrás fájl. Tehát ha te tudod, akkor meg tudod címezni fájlként a párhuzamos portra dugott szkennert. Ha tudod, hogy hol kell, akkor fájlként meg tudod címezni a DVD olvasót. Fájlként megcímezhető a hangkártya, a fizikai memória, a SWAP terület, gyakorlatilag minden. Jó, majdnem minden, tipikusan a hálózati interfészek az kicsit a kuktajás. De a lényeg, hogy a hardverek kezelésének az az egyszerű módja van, hogy vannak olyan file típusok, amik valamilyen jellegű periféria, valamilyen hardware eszköz előnyésére szolgálnak. Annó ugye volt egy ilyen táblázat, hogy összesen 7 féle file típus van. Közönséges vagy egyszerű file, erre mondtam ugye kicsit prózai megfogalmazott, ez az, amit az ember file-nak hív. Adatokat tárol, hang, kép, szöveg, zet, és így tovább. Van a könyvtár típusú file, mondhatnám mappának, de Unix, illetve Linux világban nem így hívják a könyvtárnak. Harmadik az a file típus, ami egy másik file-ra való hivatkozás, az úgynevezett szimbolikus link. Ha erre a file-ra hivatkozom, akkor azt a file-t fogom elérni. Talán emlékeztek rá, azt is mondtam, hogy egy kivétellel minden műveletnél így történik, az egy kivétel a törlés. Amikor törlöm, akkor a hivatkozás maga törlődik, nem pedig a hivatkozott adat. És mondtam, illetve a táblázat valahogy úgy nézett ki, hogy ez az a három, amivel mindenki találkozik, mindenkinek kell róla tudni, és van még 2 plusz kategória. Az egyik kategória, amit én úgy fogalmaztam, hogy a kommunikációra szolgál, pipe, illetve socket néven, cső, illetve nem tudom, hogy kéne a socketet fordítani, hogy jó legyen. Egyirányú, illetve kétirányú kommunikációt biztosít adott gépen, többé-kevésbé adott időpillanatban futó programok számára, és van a periféria elérést biztosító 2 maradék file típus, blokkos, illetve karakteres eszközfájl. Ezen 2 file típus eléggé jellemzően határozza meg, hogy milyen jellegű hardverek elérése zajlik ezen keresztül. Karakteres eszközfájl esetén az történik, hogy az operációs rendszer mindenféle adatpufferelés nélkül, az adat mindenféle módosítása nélkül, ahogy még szokták időnként mondani, nyersen küldi azt az adatot a perifériának, amit én valami módon erre a karakteres eszközre küldök, illetve ha én olvasok erről a perifériáról, akkor ami onnan alacsony szinten érkezik, én azt fogom megkapni. A blokkos eszköz egy picit intelligensebb, jellemzően szimplán bufferelést jelent, de elvileg nem kizárt valamiféle ennél komolyabb adatmódosítás. Általában blokkos eszköznél azt mondjuk, hogy azért blokkos, mert nem bytonként küldjük az adatokat, hanem blokkonként a perifériára, függetlenül attól, hogy az alkalmazás mit csinál. Magyarul lehet, hogy az alkalmazás azt mondja, hogy ő most ír a perifériába 1 byte-ot, meg még egyet, de az operációs rendszer majd valamilyen blokk nevű mértékegységgel meghatározott egységben küldi ki az adatokat, illetve olvassa be. Na most, a jellemző megközelítés
a következő. Minden hardvernek, majdnem minden hardvernek van vagy blokkos, vagy karakteres eszközfájlja, sőt előfordulhat, hogy ugyanannak a hardvernek több is. Linux alatt nem jellemző, de az originál Unix világban még az is igaz volt, hogy ugyanannak a perifériának lehet egyidejűleg karakteres és blokkos elérés biztosító hozzáférése is. Jellemzően egyébként a diszkeknek van ilyenje a Unix világban. Linux alatt ez nagyon-nagyon régen megszűnt. Nagyon rövid ideig volt, ha jól tudom, de aztán utána azt mondták, hogy a diszkeket így is úgy is blokkonként írjuk. Akkor ezt most miért kell elbonyolítani, hogy mutassunk egy olyat, mintha nem így történne. Ezért Linux alatt ez éppen nem áll fönn. Ennek ellenére elvi szinten nincs kizárva az, hogy ugyanaz a hardware egyszerre akár több karakteres, és ha kell, akkor esetleg több blokkos hozzáférés biztosít. Jellemzően, hogyha a rendszer így működik, akkor vannak valamilyen szoftver alapú korlátozások, hogy erre a funkcióra a blokkost kell, arra a funkcióra meg a karakterest kell használni. Mint mondtam, Linux alatt ez nem igazán jellemző. Na most, ezeket a általában perifériát azonosító fájlokat a tipikusan a perdev könyvtár struktúra alatt lehet megtalálni. A perdev struktúra az hát egy, mondjuk úgy finoman, hogy az utóbbi időszakban többé-kevésbé már statikusnak tekinthető, azért a kezdet-kezdetén volt benne változás rendesen. Hogy hívjuk, mi a neve, elég sok olyan periféria típus volt, ahol ez változott az idő során. Azaz nem lehet igazán precízen azt mondani, hogy ha én ma elmondom, hogy azt úgy hívjuk, hogy, akkor az holnap után is biztosan így lesz. Mint ahogy nagy eséllyel tegnap előtt sem pont így hívták. Nyilván ennél kicsit nagyobbak a léptékek, tehát elképzelhető, hogy még 10 évig így fogják hívni, de utána jön egy változás. A lényeg, jellemzően a perdevben csak ilyen blokkos, illetve karakteres eszközfájlok találhatók, ritkán alkönyvtárba szervezve, illetve ritkán előfordulnak symlinkek a könyvtár struktúrában, amelyek jellemzően a könyvtár, ugyanennek a devnek egy más pontjára hivatkoznak. Általában a lényeg az, hogy a devben mondjuk közönséges fájla nem jellemző, hogy legyen. Régebben még elvisíkon lehetett, ma már azt kell mondjam, szinte már elvisíkon sem fordulhat elő. Az eszközfájlok közül van pár olyan, amelyről magáról arról, hogy ő van, és így hívják, kifejezetten minden nap, vagy majd mindennapi használat miatt szükséges tudni. Nem véletlen, hogy ezt a hármat éppen ide kirögtam a szövegbe. Az előbb talán emlékeztek rá, az első findos keresésnél volt egy átirányításom, a perdef per nullra. Tehát a def per null az egy létező eszközfájl, amely egyébként az előző magyarázattal ellentétben nem egy valódi hardvert reprezentál. Ő egy ilyen elvi síkon egy úgy csinálunk, mintha hardware lenne jellegű valami. Def per null egy olyan fájl, amit normál beállítások esetén mindenkinek van joga olvasni, és aki megnyitja olvasásra, az első olvasási kísérletet sikerrel be is fejezi, az olvasási kísérlet státuszkódja, és elértük a fájl végét. Null, értsd, nincs benne semmi. Magyarul lehet olvasni, de rögtön mihelyt megpróbálod olvasni, azt mondja, hogy de már nincs több adatod, vagy hagyd abba. Ez ugye leginkább azért van, mert a szoftverek jelentős többsége úgy viselkedik, hogy nem konkrétan egy sort, két sort, három szót, 5-10 karaktert akar olvasni, hanem hát addig olvasok, amíg el nem érek a végére. Most a def per null az olyan, hogy rögtön elérek a végére, tehát viszonylag hamar meccsem a dolgokat. Jellemzően a def per null olvasása nem egy
túl elterjedt dolog. Van egy-két olyan helyzet, amikor egyébként javasolt használni, de elsősorban írni szoktam vele. A Death per null a klasszikus fekete lyuk. Bármi, amit beleírok, az sikerrel odaíródik, és eltűnik a süllyesztőben. Magyarul az írás sikeres lesz, csak semmi nyoma nem lesz gyakorlatilag. Azaz, ugye akkor visszatérve az előző példára, mi történt? Azt mondtam, hogy a Find-nál a hiba csatornát irányítom a Death per null-ba, azaz technikailag az átirányítással azt értem el, hogy már nem a képernyő jelennek meg a hiba üzenetek, tehát ugye képes vagyok kiválasztani az engem érdeklő adatot, viszont mivel egyébként a hibaüzetek abszolút nem érdekelnek, nyugodtan eltűntek a süllyesztőbe. Erre volt jó, hogy ez a kettő vagyok, perdeftelmű. És talán ez a leggyakoribb használata a defpermulenszközfájlnak. Párja a defper zero írásra pontosan ugyanígy viselkedik, tehát nyugodtan mondhattam volna, hogy a hibaüzeneteket a defper zero-ba írom. Azaz bármi, amit írok, az sikerrel végrehajtódik, mint írása, mivel ellenben az adat az eltűnik a süllyesztőbe. Az olvasás viszont már másképp viselkedik, a végtelenségig lehet olvasni. Ha én 1 bájtot akarok, akkor 1 bájtot fog, ha 10 bájtot, akkor 10 bájtot, ha 100 bájtot, akkor 100 bájtot. Ha 1 megabájtot, akkor 1 megabájtot, ha soremelésig, akkor nehéz ügy lesz, mert nincsen benne soremelés. De ha azt mondom, hogy a végéig olvasom, akkor sikerült megírni egy perpetuum mobilét. Ugyanis az a végtelenségig adja vissza a 0 bájtot. Azt a karaktert, ugye, aminek a konkrét byte értéke a 0. És tipikusan ilyen végtelen ciklusokra szokták alkalmazni. Hát akkor most olvasunk a Death per Zero-ból, és csináljuk azt, hogy. Na most, ezt már nem annyira a kimenet átirányítására, mint tipikusan bemenetként szokták használni, és egyébként az egyik leggyakoribb használata azt hiszem az, hogy van egy DD nevű parancs, emlékeim szerint nem volt róla szó, mert minden alapparancs nem férhet el. A DD parancs nagyon kellemes, egy intelligens másoló programként lehet felfogni. Egyébként igen, nem borzalmasan paraméterezhető jószágról van szó. IF egyenlő paraméter mondja, hogy ő honnan olvasson, tehát DD IF egyenlő per def per zero. OF, mint output file, egyenlő, és itt adom meg, hogy hova másolja az adatot. És ami nagyon kényelmes, lehet adni egy BS, azaz block size paramétert, hogy ekkora egységben olvasson, illetve egy count paramétert, hogy és ennyit. Tehát például egy eléggé gyakori dolog, hogy valamilyen funkcióra nekem nagyon kellene most egy 10 megabájtos file. Nem az a lényeg, hogy mi a tartalma, hanem hogy legyen benne 10 megabájt. Na most erre van kifejezetten erre kihegyezett parancs. Múltkor jól megleptem vele a kollégákat, amikor mondtam, hogy hát én erre. Van ilyen parancs? Van, igen. Mert mi a DD-t szoktuk, igen. Én is általában ezt szoktam mondani, mert ez egyik leghordozhatóbb. De gyakorlatilag azt mondom, hogy DD, IF egyenlő per def per zero. Azaz a def per zero-ról olvasok, ami ugye a végtelenségi hajlandó nekem adatot köpni. OF egyenlő kimeneti file. BS egyenlő mondjuk egy nagy M, egy megabyte. Count egyenlő 10, akkor ugye azt mondtam, hogy olvasson egy megabyte-os egységekben, összesen 10 darabot a per def per zero-ról, és ezt rakja le a OF paraméterben megadott file-ba. Na most hát ez egy ilyen gyakorlatilag lenyomtam az Enter-t és készen van sebességű művelettel előállított egy 10 megabyte-os file-t, ami egyébként csupa 0 byte-ot tartalmaz. Tehát ha mondhatnám, túl sok értelmes adat nincsen benne. Viszont amikor az van, hogy kellett egy 10 megabyte-os file, akkor már is el lehet vele indulni. Nem véletlenül mondtam el, ez ugyancsak a következő pontnál szokott igen jól jönni. Szóval, a def per 0 és a def per 0 kimenetként ugyanúgy, bemenetként az élemileg eltérő módon viselkedő, ilyen virtuális hardverek. Ezek olyan eszközfájlok, amelyek nem valódi
ténylegesen kézzelfogható hardware eszközt jelölnek. Van a Linuxnak egy meglehetősen érdekes mechanizmusa, ez az úgynevezett loop device. A loop device gyakorlatilag egy viszonylag kényelmes eszköz arra, hogy egy fájlt úgy jelenítsek meg a rendszerben, mintha az egy disk eszköz lenne. Miért jó? Leginkább azért, mert akkor is lehet a diszkekkel kapcsolatos feladatokkal próbálkozni, ha nincsen rá fölösleges szabad diszkel. Használata egyébként roppant egyszerű, az előbb emlegetett DD parancssal megcsinálom, hogy jó, most az adott feladat szempontjából nekem egy 10 megás diszk bőven elég, tehát megcsinálok egy ilyen 10 megás fájlt. És utána a low setup nevű parancssal konfigurálom föl, és mondom meg, hogy abból a fájlból hozzon létre egy ilyen loop eszközt. Na most ez úgy néz ki, hogy az első loop eszköz az loop 0, a második loop eszköz loop 1, következő loop 2, loop 3, és itt tovább lesz. És az, amit úgy látom, hogy per def per loop valami, az úgy viselkedik, mint egy diszk. Csinálhatom vele mindazokat a műveleteket, amiket én egy diszkkel megtehetek. Tehát, ha tudom, hogy a diszket particionálni kell, akkor ezt ki lehet próbálni egy ilyen loop eszközön. És mivel a folytatásban egyébként pontosan a diszkekről lesz szó, az nem véletlen, hogy az itt most az elején elhangzott, ugyanis kifejezetten javasolható, hogy az összes ilyen diszket piszkáló dolgot az ember ilyen virtuális diszkeken próbálja ki. Nem fáj, nyilván kell némi diszkterület, de igazság szerint mondjuk az, hogy te megparticionálj egy diszket, erre még akár egy megás diszk is elég. Tehát, hogyha neked van a fájlrendszerben valahol pár megaszabad terület, akkor DD parancsol. Létrehozol ilyen fájlokat, utána a low setup-pal csinálsz belőle diszket, játszol. Ezt amikor készen vagy, akkor a low setup-pal megszünteted, RM-mel kitörlöd, vagy szimplán rebootolod és eltűnik a süllyesztő. De ott marad a fájl, de már eszközként nem jelenik meg, azt neked újra fel kell konfigurálni. Azaz, ezek a loop eszközök egyik gyakori használata az ez, hogy így lehet viszonylag kényelmesen tanulni, hogy hogy kell a diszkeket piszkálgatni. A másik fele, ezt egyébként nem szokták ennyire direktben tudatosítani maguk az emberek, hogy sok esetben szükséges az, hogy a kezedben van egy CD vagy DVD image. Maga az ISO file, és ezt szeretnéd úgymond a tartalmát látni. Na most hát ugye ma már azért ténylegesen lesz arról szó, hogy a diszkek elérésére van valami mountnak nevezett művelet. Na most hát például az egyik megoldás, hogy ebből a CD image-ből csinálok egy loop device-ot, majd aztán ezt mountolom. Az más kérdés, hogy Linux alatt szerintem 100 emberből jó egy, aki így csinálja, mert a mount parancsot rá lehet beszélni, hogy ő ezt a háttérben automatikusan csinálja meg helyett. A lényeg, a loop, a null, a zero, ezek mit ad Isten pont nem a valódi hardverek. Ezek olyan szoftveres rétegek, amik különböző típusú, különböző jellemzőjű hardver eszközöket mutatnak az operációs rendszer felhasználója irányába, amiket ilyen-olyan-olyan funkciókra szoktak használni. Na, én úgy gondolom, hogy épp itt az ideje egy délelőtti szünetnek.